A pápai református templom megépítésének gondolata Kis József lelkipásztorkodása idején, az 1800-as évek végén vetődött fel, de az alapkőletét erre csak 1931-ben kedvezőtlen világgazdasági körülmények között került sor. Az építést nagyrészt már Olé Sándor lelkész irányította. A templomot szintén tragikus történelmi helyzetben 1941-ben szentelték fel. Az egyházi énekek és imák után dr. Márkus Mihály püspök hirdetett igét. A református püspök szónoklata végén kérte az urat, hogy ez a templom az emlékezésnek és emlékeztetésnek áldott helye legyen. A matematika rajzszakos tanár festőművész első ízben mutatkozik be városunkban, nem csak diákjainak, de nekünk is bizonyítva, hogy a két tantárgy nem áll távol egymástól, sőt. A matematika maga nyelvén tud alkotni, egy komplex rendszerrel dolgozik, és a vizualitás egy ugyanolyan nyelvezet, ami mindenki megért a világon, ezért szerintem összetartozik. Mint mondja, gyermekkora óta elég volt számára a ceruza, a papír, később a festék és a vászon, hogy megfogalmazza érzelmeit, s gondolatai képet öltöttek. Geometrikus sorozata, a kékmadárképek, a stációkompozíciók mind-mind emberi érzelmeket fejeznek ki sajátos módon. A programot a Diák Önkormányzat szervezte. Úgy döntöttünk, hogy mára egy vidám sport délután szervezünk a felső tagozatosok és a kollégák körében. A 25 fő tanárok, nebulók önfeledten versenyeztek együtt három csoportban, melyek összeállítását nem bízták a véletlenre. Először volt három csapatkapitány, és a csapatkapitányok felváltva kiválasztották az embereiket. Vidám sor és váltó versenyek voltak labdával, karikával, kötéllel, s végezetül az utolsó megmérettetésen közösen indultak a csapatok. A rendezvény védnöke, dr. Vörös Ibolya, az Egészségügyi Bizottság elnöke köszöntötte a séta résztvevőit és a közreműködő szakembereket. Figyelemfelkeltés, ez volt a séta célja, az, hogy a nők figyeljenek táplálkozásukra, életvitelükre, de legfőképp önmagukra, testük jelzéseire. Mammográfiás szűrés, amiről annyit beszélünk, annak pedig az a jelentősége, hogy időbe. Tehát amikor nagyon pici adaganat kiszűrjük, és akkor kezelhető szinte, mondjuk azt, hogy szinte 100%-a. Ezeket a szép poharakat és porcelántárgyakat adományozta a kastélynak az anonimitást kérő pápai család. A kis pohárkák Eszterházy címerrel díszítettek. Az adományozó család elmesélte, hogyan kerültek birtokukba a porcelánok és a poharak, melyeket a mai időkig rendszeresen használtak is. Az adományozó nagyapja az a kastélyban dolgozott, és a háború végén fizetségként az elért étterenedő pénz helyett esetenként tárgyakkal, használati tárgyakkal fizették ki